Közeledik a tanév, és számtalan családnak nincs pénze megvásárolni a tanévkezdéshez szükséges felszerelés gyermekének. A Vöröskereszt Baranya megyei szervezete által regisztrált 50 hátrányos helyzetű család, mintegy 100 gyereke is részesül az összegyűjtött tanszerekből, mondja Udvaros Renáta, megyei igazgató. Az országos igazgatósághoz befolyt eddigi adományokból állította össze az országos igazgatóság, és minden megye kapott 45 darab ilyen összeállított tanszercsomagot, de ebbe ugye nincsenek még füzetek, és a most péntek szombaton megrendezésre kerülő tanszergyűjtési akciónk során bejövő tanszerekből fogjuk kiegészíteni. Szívesen fogadnak használt, de tiszta, jó állapotú fekete nadrágot vagy szoknyát, fehér inget, tolltartó, tornazsákot, hátizsákot, teszi hozzá a megyei szervezet igazgatója. Baranya megye Covid-árváit is támogatják tanszerrel az iskola kezdéshez. Az összegyűjtött felszerelést a Baranya megyei Motorosok Egyesülete viszi el a 12 gyereknek, hangsúlyozza Udvaros Renáta. A Regőci Alapítvány és a Magyar Vörös Kereszt együttműködési megállapodást írt alá Covid félárvák, árvák gyermekek megsegítésére, amely szerződés szerint ugye a Vörös Keresztnek a feladata, hogy 18 éves korukig a Covid árváknak a segítése, és úgy gondoltuk, hogy mivel hogy a Baranya megyei Vörös Keresztnek van ez a tanszergyűjtő akciója már 5. éve, ezért szeretnénk az összegyűjtött tanszerekből is a Covid árvák részére átadni. Továbbá várják azon 50 órás iskolai közösségi szolgálatos fiatal jelentkezését, akik szívesen részt vennének a gyűjtési akcióban. Feladatuk lenne a lakosság figyelmének felkeltése, és segíteni kellene a végső tanszercsomagok összeállítását. A gyűjtési akció Pécsen két helyszínen, Mohácson, Komlón, Szigetváron és Siklóson is egy-egy nagy bevásárlóközpontban lesz pénteken és szombaton 10-18 óráig.